Szinte egyetlen szék sem maradt üresen a Huszárgálvárosi Könyvtár olvasótermében, ahol kedd este újra egy rendhagyó technika órára várták az érdeklődőket. Kocsis Sándor 12. alkalommal tartott előadást, ezúttal pedig a közúti és vízi közlekedés volt a téma. Kocsis Sándor elmondta, mindig igyekszik olyan témát keresni, ami nem csak a saját érdeklődését kelti fel, de mások is izgalmasnak találhatják. Én azt hiszem, hogy attól kezdve, hogy a Kocsiszekér Kocsiszán kezdetű magyar nótárt vagy népdalt megismertem, foglalkoztatott családunknak a neve. Hát ugye Kocsiszekér, most akkor melyik a kettő közül? A másik dolog pedig bicikliztem. Nagyon messze laktunk Zalaegerszegen az iskolától, és hát naponta oda menni, visszamenni, megszerettem a biciklit. Kocsis Sándor elmondta, hogy mikor a Moson-Magyaróvári Egyetem tanszékén kezdett el dolgozni, a tanszék három dongó motoros toldi kerékpárjából az egyiket ő kapta. Erről a kerékpárról is hozott fotókat, és annak működéséről is mesélt, de az előadásra elhozta első, bogárhátú autójának makettjét is. A közúti közlekedés története után rendhagyó módon egy bélyek kiállítással egészült ki az előadás, ami a Vitorláshajók a történelemben címet kapta. 1982-ben eljutottunk Norvégiába. Oszlóban a Tengerészeti Múzeumnak a vízpartos részén ott volt az Onedin családnak a gyönyörű nagy vitorlás hajója. Ugye ez akkor egy, már nem tudom, hanyadik rész ment a televízióban ennek az Onedin család filmnek, és a Mr. Beans kapitány volt a névadója, aki a kereket forgatta, aki kormányzott, aki irányított, aki minden utasítást megadott. Akkor kezdtem én el a bélyegeket gyűjteni, ebből van a gyűjtemény. Kocsis Sándor gyűjteményében több ország különleges hajós bélyege is megtalálható. Az európai országok kiadványai mellett amerikai, sőt Afrikában gyártott bélyegek is láthatóak, de természetesen a magyar posta bélyegei sem hiányozhatnak a gyűjteményből. A bélyeg kiállítást Vida István nyitotta meg. Mindenki ismeri Sanyi bácsit, és nem kell bemutatni. Két dolgot azonban mindenképpen szeretném, hogyha nyomatékosítanánk Sanyi bácsival kapcsolatban. És ez a hajók szempontjából sem lesz haszontalan. Az egyik, hogy Sanyi bácsiról mindannyian tudjuk, hogy gépészmérnök és szakmai pályáját, de ő polihisztor, és mindent gyűjt, és minden érdekli, ami mozog. A másik pedig, hogy ha van ilyen, hogy lokálpatrióta, akkor ő az, mégpedig kettős tudatú lokálpatrióta, egy zalai tudata van és egy moson-magyaróvári tudata van. A hivatalos megnyitó után a résztvevők megtekintették a bélyek kiállítást, ami június 11-ig látogatható a Huszárgálvárosi Könyvtár nyitvatartás idejében.